Fotók, amiket a rendőrök készítettek a fiatal férfi által feltört épületnél, a tolvaj nem válogatott, amit talált magával vitt. Mások mellett 15 kiló fagyasztott kacsa, csirke és disznóhúst is. Azt viszont már nem tudták lefényképezni a nyomozók. A 20 éves fiatal ugyanis azt mondta, mit megette a kutyájával. A férfi ügyében most született ítélet, a bíró börtönbe küldte. A Tamási járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat lopás büntettében, ezért a bíróság a vádlottat 10 hónap végrehajtandó börtönbüntetés ítélte, illetve a közügyek gyakorlásától is eltiltotta. A vádlottnak volt már egy korábbi felfüggesztett börtönbüntetése is, így annak végrehajtásának elrendeléséről is rendelkezett a bíróság. A férfinak tehát nem ez volt az első szabálysértése, korábban már többféle bűncselekményt is elkövetett. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott már bűnismétlő, speciális bűnismétlő, hiszen korábban többször volt már elítélve lopás, zaklatás, illetve testisértési cselekmények miatt. Azonban ennyitő körülményként értékelte beismerő vallomását, megbánó magatartását. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vették.